ott nem volt semmi, aki járt itt, az úgy láthatta, és ezt így önerőből csak egy pár bakta így fölépítettük. 1992-ben, mikor ide költöztek, és előadták a terveiket, akkor tulajdonképpen mindegyikünk csak legyintett, hogy nem fog ebből megvalósulni semmi. Télen is kint főztünk hajnalban, hogyha reggelit kellett készíteni, akkor gyertya mellett főztünk. Sokszor nem is láttuk, hogy mit főzünk. És volt egyszer, hogy amikor ugye fagyott zöldségek, hideg víz, megfagyott mind két kezemen az ujjaim. Múltak az évek, és mindaz, amit ők elterveztek, azok részleteiben teljesen megvalósultak. Krisna-völgy egy közel 300 hektáros ökofarm, és Szenthely is egyben, Európa egyik legnagyobb ökofarmja. Több mint 30 féle zöldségünk van. A mi gazdaságunk jó részt ellátja ezt a közel 150 vagy 200 fős közösséget. A gazdálkodás módszere az teljesen organikus, természetes trágyát használunk, tehenektől, ami jön, nem használunk mesterséges permetszereket, csak természeteseket. Krishna-valley teaches a simple way of life that reflects the way that Krishna lived, and that's conducive or most conducive in our world today for becoming God conscious. Here it is, this is what we've been working for. 25 people, 4 bulls, for the last hour, 1 kilo of wheat. Az Isten tudatos gazdálkodásnak az az elve, hogy mi magunkat, mint Krisna szolgái látjuk, onnantól, hogy neveljük, magot vetünk a földbe, szedjük a zöldségeket, végig arra gondolunk, hogy ez majd Krisna örömét fogja szolgálni. A legkomolyabb viszonzás az abban van, amikor tudok szedni először zöldséget, akár melyiket, például egy paradicsomot, vagy egy kis korianderlevelet, amit tudom, hogy nagyon szeretnek a pujárik, és rád is jelm, és akkor beviszem, akkor nagy extázist érzek. Tudom, hogy Krisna elégedett. Worship of Radha Shyamasundar is really integral to the culture of Krishna consciousness. In India, deities are worshipped in tens of thousands of temples and are revered to be non-different than the form of the Lord. And there's a very deep theological significance to that. Here you can see jewelries of Shri Radha Shyamasundar. Jewels by colors. A mi feladatunk előkészíteni az imádatot, gondoskodni murtikról, főzni, tisztítani, öltöztetni őket. This is the outfit room. We have more than 150 outfits. This is the one of the most popular outfit of Shri Radha Shyamasundar. And on the pieces you can see all animals in of Vrindavan. This is the skirt of Srimati Radharani. We serve in the pujari department. Living outside of Nuvrajadam, I never ever dreamed of or ever thought about in my whole life at all. I come from an area in London called Essex, and the reason that I'm here is because we were due to retire. And we were wondering where we could possibly go to do that with a view to our Krishna conscious life. I originally was a print finisher, which is a bookbinder, but not the one-off small books. This was high-speed production work. We came here to obviously advance in our spiritual life, and it was an ideal place to do that. It's not been easy because when we first came here, the English was
not many people spoke English. We certainly didn't speak Hungarian, and we still don't. I was sitting out on my veranda this morning, you know, and the end of my garden is Krishna-valley. And I could feel Krishna consciousness coming all round. And that's the thing that makes it special for me to be here. I wouldn't think of going anywhere else, really. Én már itt születtem Krisna-völgyben. Én ide jártam iskolába már a kezdetektől fogva. Nagyjából ugyanazt tanuljuk, mint bármelyik másik iskolában, csak vannak egyéb tantárgyaink is. Én személy szerint nagyon szeretem a szanszkritot, bár nem mindig megy olyan fényesen, de szép nyelv és jó tanulni, és szeretem a kémiát is. Itt egyáltalán nem unalmas lenni, mindig van valami esemény. Ma délelőtt például egy táncot kezdtünk el megtanulni. Sokat beszélgetünk, nevetünk. Én ugyebár most jártam ki a 8. osztályt, ezután rendezvényszervezést fogok tanulni, és igaziból ez engem mindig érdekelt, hogy emberekkel foglalkozhassak, és akkor így tudjak valami emberekkel kapcsolatos szolgálatot ajánlani rád és jámnak, ha felnyugok. Én nagyon szeretek itt lakni, mert nagyon békés hely. Az is más és sokkal jobb, hogy mindenkit ismerünk, mindenkiben meg tudunk bízni. Persze nem mindenkivel beszélgetünk ugyanarról, de tudjuk, hogy számíthatunk a másikra. És olyan vidám hely. Itt Krisna-völgyben az is nagyon jó, hogy bármikor csak kilépünk az utcára, pár lépésre ott van egy mező, erdő. Szeretem a teheneket is, megnyugtatott a közelükbe kijárni. Ő büntetésben van, azért mert hát irigy a nagyobbakra. Vannak nála nagyobbak, haladarma, hotszava, egy páran vannak, akik nagyobbak nála, és le tudják győzni őt. Amikor kim vannak a legelőn, akkor azt csinálja, belázítja a testvéreit, és együtt rámennek a nagyobbakra, és elvedik a nagyobbat, és szétszaggatják a villanypásztort. És akkor először azt csináltuk, hogy mindig kivettük azt, akit megvertek. De utána rájöttünk, hát ő a lázító. Hát őt kivesszük, és akkor megvalóz az összes probléma. Nagyon érdekes dolog, hogy mit jelent gondoskodni a tehenekre, a tökökre. Ugye ennek van többféle szintje. Ugye első, ami a legalapvetőbb, hogy mondjuk gondoskodjuk a testükről. Tehát megvédjük őket a hidegtől, a melegtől, a széltől, az esőtől. Adunk nekik enni, persze meggyógyítjuk őket, hogyha betegek. Aztán ugye van egy finomabb szint, amikor mentálisan próbálunk róluk gondoskodni. Ha mi kiszámíthatóak vagyunk velük, tudja az a tehén, hogy minden nap van egy ilyen koreográfia. Hogy jövök reggel, akkor így fogom fölkelteni, feláll a tehén, megmosom a tőgyét, és ez lesz, és az lesz, akkor neki nagyon nyugodt tud lenni az elméje. Nem kell aggódnia. Ezté. Lelki szinten gondoskodni a tehenekről, vagy az ökrökről, ugye azt jelenti, hogy lehetőséget biztosítunk nekik arra, hogy odaadó szolgálatot végezzenek. Az ökröknek megadjuk azt a lehetőséget, hogy ők kimennek a földekre, és akkor megművelik a földet, segítenek élelmiszert előállítani, és akkor az van felajánlva. Tehenek esetében, akkor megszálljuk őket, és akkor átviszük a tejet, és föl van ajánlva Krisnának. Hogyha valaki beült már egy tehén alá, érezte annak a tehénnek az illatát, hogy megérintette a tehenet, az egy annyira egy természetes, annyira egy jó érzés, hogy igazából így
Én nem tudom elképzelni az életemet, hogy, hogy valahogy itt tehenektől el legyek választva. Krishna egy tehénpásztor. Ugyanazt a szolgálatot csinálni, amit, amit ő csinál, az egy nagyon különleges dolog. Krisna-völgyel az együttműködés a lehető legjobb. Teljesen beépült a falu közösségébe. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az 5 képviselőből 2 a Krisna-völgyben él. Sőt, Somogy Vámos alpolgármestere is Krisna-völgyi. Nagyon sok mindenben segítik a falu munkáját, a falu vezetését, vagy segítenek abban, hogy mivel tudjuk a környezetünket szebbé és jobbá tenni. Mindenfajta fejlesztésben, a közelebbi és távolabbi tervekben együtt döntünk, nagyon befogadóak az itt élő emberek. Hiszen, hogyha azt látjuk, hogy ebben a kis településben 3 vallás szépen, békében él egymás mellett, hát mi lehetne ettől csodálatosabb? Krisna-völgyben a falu lakói közül jó néhányan dolgoznak. Én nem vagyok Krisna tudatú hívő. Krisna hívőkkel való együttműködés az van, amikor egyszerű, van, amikor nagyon bonyolult tud lenni. Ha megértetem magamat, hogy mit szeretném, és én is megértem azt, hogy ők mit szeretnének, akkor konszenzusra tudunk jutni. Jól érzem magamat. Biztos háttér, szép környezet. Én itt találtam meg magamnak a nyugalmat, a békét. Ez egy csodálatos hely. Vannak még egyedülálló fiatalok, vannak fiatal házaspárok. Az idegenforgalom olyannyira fellendült, hogy most már éves szinten 30 ezer látogató érkezik a településre. Ugye nincsen áram bevezetve, nincsen gáz bevezetve, fával tüzelünk, gyertyákkal, esetleg napelemekkel világítunk, és van saját szennyvíztisztítónk. Az én szolgálatom, hogy az ide érkező vendégeket összehozzam Radishammal, bemutassam a farmnak a tevékenységeit és az életünknek a célját. Sokféle látogatónk van, vannak csoportjaink is, iskolákból, óvodákból, egész kicsik, és nyugdíjas csoportok, klubok, ezen kívül nagyon sok egyéni vendég érkezik, akik családokkal jönnek. Van a balatoni látogatók, közülük nagyon sok német, de egyéb országokból is látogatnak hozzánk. Ilyenkor próbálunk angol vagy német nyelvű körvezetést tartani nekik. I've been to Krishna-valley probably about 4 times now. The first time I came, I was about 18 years old. So I came with my friend, my best friend, for a festival. And I was really just completely overwhelmed and amazed by the experience. It was so wonderful. This is a, I feel, a very special place for several reasons. Some of the reasons are more obvious, more external, and some are more subtle. As soon as you come, you feel that force of peaceful energy and very uplifting straight away. And it maybe takes like 1-2 days and you start to feel yourself also become different, thinking becomes different. Things slow down and it feels wonderful, feels very good. But also, more than that, here there is a spiritual focus, a devotional focus, and everyone is working together towards that same goal with devotion, and that is very rare. Amit én adok a vendégeknek, az az, amit én kapok Radishamtól. Ők tanítanak. Krisnának mindenkivel személyes kapcsolata van, nincs két egyforma kapcsolata, és ez felbátorítja az embereket, hogy nyíljanak. Amikor ide érkeznek, vagy ha csak bemennének a templom szobába, és mi erről nem beszélnénk, lehet, hogy észre se vennék. De amint közelebb visszük őket, akkor látják Radishám gyönyörű mosolyát, a kedvességüket, a kisugárzásukat, akkor lehet látni, hogy nagyon sokan megkönnyeznek. Can really feel it, feel in the mood of everyone that stays here, that they also want to really serve and be very, very welcoming to anyone that comes to visit. So these things really touch your heart and you don't forget it very quickly.
Maybe just one of you.